Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A ma esti vendégem Molnár Margit, a Nóhegyi Szent István Borlovagrend kincstárnoka, egyéb iránt pedig a Fejér megyei kormányhivatal munkatársa. Szép estét, szervusz! A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy a hétvégén ünnepelte Szent István királyunk ünnepén a Nóhegyi Szent István Borlovagrend 15. születésnapját, és a Közép-Európát, azt mondom, a Kárpát-medence legnagyobb borszakmai rendezvényén átvehetted a Provino díjat és emlékérmet, ami azt hiszem a legrangosabb kitüntetés, és ezúton is minden székesfehérvári nevében, borász, szőlész nevében a megyéből gratulálok, hiszen ez egy országos elismerés, ami jó helyre került, meggyőződésem. Többek között erről fogunk beszélgetni. Viszont nagyon fontos az indítatás. Az indítatás, hiszen a civilben kertészmérnök közgazdász Molnár Margit miként ismerkedett meg a szőlővel. Nyilván az eredendő, a szőlő szeretete, az azzal való foglalatosság, az egy nagyon komoly dolog. Hogy kezdődött? Igen, én is köszöntöm a kedves nézőket. Ugye én falun nőttem fel Csákváron, csákvári vagyok, és hát ott ha vagy a szőlőhegyben, vagy a kertekben, de szinte minden háznál volt szőlő, nálunk is nem volt igazán szőlész az édesapám, de a kertünkben volt szőlő, és családi fogyasztásra készítettünk bort is, hát illetve akkor még édesapám, és én úgy gyerekkoromban, hát már általános iskolás voltam, nagyon büszke voltam rá, mert az apu mindig mondta, hogy na, pincemester, te hozzál be bort, amikor vendégek voltak, és akkor én abban az egyliteres lopóval ráhasaltam a hordóra, és tudtam vinni be, tehát tulajdonképpen már itt úgy közel került hozzám, és nagyon tetszett ez a dolog. És amikor édesapám meghalt, akkor pedig hát, mivel hogy azért ugye a kertészet, gyümölcstermesztés, fa és kalakezelő voltam már akkor felnőtt korban, azért a meccéshez értettem, igaz, hogy a gyümölcsfákhoz, de a szomszéd gazdák segítettek nekem megtanulni a szőlőmeccést, és ott a kertben, hát 10-12 sor volt, tehát nem egy nagy mennyiségre kell gondolni, de azt én nagyon nagy szeretettel gondoztam, meccettem, én permeteztem, zöld munkák, stb. Kapálni, és nagyon megszerettem ezt a tevékenységet. Tudjuk régről, Noé óta, hogy azért a szőlőművelés ez egy fontos dolog. Igen. Ott nem lehet hibázni egyik oldalról, nem lehet félváról venni, figyelni kell a természetre, figyelni kell a szőlőre, tehát ilyen értelemben azért meg kell tanulni. Meg kell tanulni. Ugye azt mondják a nagy szőlős gazdák, a régiek, hogy a szőlő is azt szereti, ha vannak benne. Így van, meg a hajlott hátú embert szereti a szőlő. És a hajlott hátú ember. Igen, és igazából ugye nagyon mire jók a könyvek, mindent meg lehet belőle tanulni, megvallom, hogy én is voltam, még mai napig megvan a Szőlő a házi kertbe című könyv, és abból ott töviről hegyire szájbarágosan le van írva minden, hogy mikor milyen munkák szükségeltetnek, akkor hogyan kell a bort készíteni, a mustot hogy kell gondozni, mennyiként kell beletenni. Hát most így olyan pár literre kell gondolni, egy hektó volt maximum, amit készítettünk. De rendkívül fontos, igen, és gyönyörűen le van írva abban a könyvben, és tulajdonképpen megtanultam belőle, és azért büszkeséggel hadd mondjam, hogy ez már mondjuk később volt, amikor Kisfaludon szokott lenni ilyen borverseny, és hát tudom, hogy az Otello az eretneknek tűnik a borászok között, mert a bortörvény most már bizonyos körülmények között engedélyezi, de sokáig nem engedélyezte, de azért nekem a kertben Otello szőlő volt. És az Otello között bizony, hogy a legjobb Otello az enyém volt, és nagyon büszke voltam rá. Lehetsz is, édesapám áldott. Nagyapám, ő iváncsai szőlős gazda volt, egyéb iránt bognármester, és ő Otello és Oporto abból csinálta a bort, ütős volt, és fenséges, megfogta a poharat, ha úgy tetszik. No, de mikor találkozott nálad az elmélet és a gyakorlat úgy véglegesen? Hiszen végül is kertészmérnök lettél. De utána aztán én átmentem a pénzügyi pályára. Aztán pénzügyes, de a kertészmérnök, de azzal nem foglalkoztam. Nem. Miért nem? Megvallom, volt egy beszélgetésem egy hölgyel, meg hát ugye azért a 70-es évek elején állami gazdaságok voltak még, és ott nagyon elvették a kedvemet, hogy azért ez egy
eléggé hát nehéz, durva munka, kemény munka, idény munka a gyümölcsösökben is a munkásokkal foglalkozni, és ott egy vezetőnek hát bizony vagy megkeményedik, vagy pedig hát elmenekül, és hát így aztán nem maradtam a pályán, hanem inkább... Nem bánod? Igazából nem. Annak nagyon örülök, hogy az alapokat megtanulta az ember, mert azt hobbi szinten lehet kamatoztatni. Igazából az egész mezőgazdaság hobbi szinten kiváló. Rendkívül megnyugtatja az embert, nagyon jó kondíciót ad, nagyon sok örömet ad, például egy szépen gondozott szőlő, az nekem például kifejezett öröm, amikor gyönyörűen le van hónaj, az a tetejezve, és épp elkapta az ember jól a permet, egészségesek a levelek, az egy nagyon jó érzés. Vagy például az asztalra kitenni azt a bort, amit az ember készített, mintha a saját gyereke lenne. Szóval tényleg ez egy nagyon jó érzés. De ebből megélni, az egy nagyon kemény munka. És azt azért, bár nagyon sok nő szőlészborász van, de azok mind családi gazdaságokban boldogulnak. Nekem más irányt vett az életem, így aztán nem. Mi vonzott a számok misztikus világába? A közgazdász embert mi úgy képzeljük, hogy távol a világtól, csak a számok bűvöletében él. Ez természetesen nem így van. Nem. Igen, ezt egyébként személyesen is megtapasztaltam, majd esetleg később visszatérek rá, hogy hogyan. Igen, a számokat én mindig, matematikát mindig szerettem. És aztán hát így adódott, hogy erre a pályára kerültem, és a számvitel az engem nagyon lenyűgöz. Tehát ott nem lehet hazudni, persze manipulálni lehet sajnos, de alapvetően, amikor egy mérleg elkészül, és ott minden passzol, és hát ugye különösen régen, amikor még nem volt ennyire gépesítve a dolog, volt egy Olivetti gépük, meg ilyen régi kézi könyvelőgépek, sőt, hát még Evolut naplótartók, szóval akkor, ha az egyezik, az egy csodálatos dolog. És ott nem lehet mellé beszélni, a számok önmagukért beszélnek. Én nagyon szeretem, különösen a számvitel részét a közgazdaságnak. Egy kincstárnoknak kell is értenie ehhez, mert hogy a mi elvarázsolt borbarát barátaink, tehát a borlovagok, én azt gondolom, hogy bár a hétköznapokon valamennyien felelősségteljes munkát végeznek, de azért kell egy közgazdász, aki a számvitelhez mindennél jobban ért, tehát itt van Molnár Margit, a kincstárnok. No de, a borlovagrendekről beszéljünk. Miként kerültél hozzá közel? Igen. A Rákóczi iskolában voltam akkor gazdaságvezető, és ott jóga tanfolyam ment, én magam is jártam oda. És ott, aki tartotta nekünk a jógát, a Harsányi Lászlóné Irmuska, ő borlovag volt. Akkor egy éve vagy két éve alakult akkor a borlovagrend, tehát én nem közvetlen az elején, nem két-három év múlva csatlakoztam csak. És hát ő ismert engem, hogy milyen habitusú vagyok, valahogy úgy későbbi zsigerből is szerettem a szőlészetet, borászatot, az iskolában is például rendeztünk egy borversenyt ott a kollégák között. És ezt tudta az Irmuska, és mondta, hogy hát te Manyi, lesz itt egy borverseny, mondta, hogy ő a borlovag rendnek a tagja, és rendeznek egy megyei borversenyt, és kellene segíteni, és tudom, hogy te ilyen fennforgó vagy, gyere. És akkor én nagyon szívesen mentem, itt a Kodolányi épületében volt ez a borverseny, és nagyon-nagyon tetszett, ott úgy ismerkedtem meg borászokkal, beszélgettünk, és maga ez a munka is, ott, ahogy bírálták a borokat, ugye mi töltögettünk, az volt a tisztünk, és úgy figyeltem, hogy milyen hozzáértések kóstolgatják, és ez nagyon megtetszett. Na most abban az évben, vagy a következő évben volt borkirálynő választás, hát akkor azért még 15 éve fiatalabb voltam, és hát arra is rábeszélt az Irmuska, hogy te Manyi, hát próbáld meg. Na, jó, megpróbáltam. Természetesen. Udvarhölgy lettél? És első udvarhölgy lettem. Na most a szerencsémre a királynő azzal a lendülettel, ahogy királynő lett, elment Olaszországba. Így aztán, mert ugye egy királynőnek az a tisztje, hogy egy éven keresztül képviseli a borrendet az ország különböző területein, rendezvényein, a saját rendezvényeken és a társborrend rendezvényeken. Így aztán enyém lett a tiszt,
hogy nekem volt szerencsém menni, és akkor így közelebb kerültem, megismertem a más borrendeket is, a milyenket is kívülről jobban. Kívülről én ezt tudom, ugyebár, igen. Mert hogy a borrend megalakulása óta folyamatosan beszámolunk, igen. A borrend történéseiről, de arra vagyok kíváncsi, hogy belülről milyen. Tehát borkirálynőnek lenni, borkirálynőt is ismertem valamennyit, igen. Most az ifjú hölgyet, igen. Is majd rövidesen megszólaltatjuk, ugyanakkor rendkívüli a felelősség. Tehát kifelé egyik oldalról, tehát most a borkirálynős időszakodról kérdezlek, hiszen a borrend arca egyik, igen. Oldalról a borkirálynő, akinek egyrészt szépnek kell lennie, kettő, értenie kell hozzá, tehát az mese, hogy a királynő a szép. Nem, az, így van. Itt az alap, hogy értsen is hozzá, mert hogy ő képviseli a borlovagrendet méghozzá nívós rendezvényeken, amelyek már akkor is voltak. És ez főleg fontos egy bemutatkozó borrendnél, egy fiatal borrendnél, hiszen bármennyire is tetszik, nem tetszik, a jó bornak is kell cégér, de még mennyire, hogy kell, és ráadásul az arca adja el a terméket, ezt már tudjuk régről. Igen, hát ez egy folyamatos tanulás. Tehát először is nekem ez nagy büszkeség volt. Én a mai napig így érzem egyébként, én mindig büszkén veszem fel a talált. Én nagyon komolyan gondolom az élet egyéb területein is, így a borrendben is, tehát hogyha én hiszek egy célban, már pedig a borrend céljait nagyon magamévá tudom tenni, ugye a hagyományőrzés, a kulturált borfogyasztás, és én ezt büszkén képviselem is, vállalom, és éppen ezért nagyon szívesen alávetettem magam, úgy mondjam, tanulásnak. Tehát ezt tanulni kell. Nagyon sokat tanultam a borrendünk, ugye neves borászaitól, aztán könyvekből, bizony utána kell nézni. Már maga az udvarhölgyé válás is egy tanulási folyamat végkifejlete volt, mert bizony kemény elméleti és gyakorlati vizsgákon kellett megfelelnünk. És tehát egy tanulás, igen, mindenképpen. Tehát ez nem csak szakma, nem történelem. Igen. És viszont a bornak története van, történelme van, ha úgy tetszik, amikor a Noé-hegyi borrend történetét, illetve teljes egészében a Noé-hegy történetét ünnepségről ünnepségre elmondod, akkor mindig figyelek rá, hogy az mindig hiteles. Egy kicsit más, lehet, hogy egy helyen más a hangsúly, de az a fontos, hogy az emberek tisztán és világosan értsék meg, hogy ez miért fontos. Amikor ezt a szöveget felolvasod, milyen gondolatok járnak a fejedben? Tudok, nagyon tudok vele azonosulni. Ugye eleve az, hogy már a második században, ugye amikor itt volt a Marcus Aurelius a 12. bocsánati légió élén, hogy már akkor szőlővel foglalkoztak. Aztán úgy mindig az is eszembe jut, hogy ilyen nagy emberek lépkedtek ezeken az utakon, ahol éppen mi is mondjuk a Donát Kápolnához felvonulunk. Tehát engem mindig magával ragadnak ezek a gondolatok, és aztán nem utolsó sorban az is, és én ezt nagyon komolyan hiszem, hogy mértékkel, mint ahogy a végén van, hogy a 40 csepp a borból, az igenis, hogy gyógyító. Tehát bármilyen pirulánál én többre becsülöm, majd jó ebéd után egy jó pohár bort elfogyaszt az ember, és ezt mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani is. No, miként él egy borrend? Az emberek többsége azt gondolja, hiszen mi csak az ünnepeken látjuk, és nincs rálátásunk a hétköznapokra, hogy nagyon fontos hétköznapi tevékenység is vannak ahhoz, hogy a talárt felvéve a kívülálló számára is ünnep lehessen megtekinteni egy borrendi felvonulást, egy akármilyen ünnepséget. Hogy él egy borrend a hétköznapokon? Igen, hát ugyanúgy, mint minden gazdálkodó szervezet, ugye mi civil szervezet vagyunk, non-profit szervezet, kell készíteni egy pénzügyi tervet, ha úgy tetszik, egy költségvetést, hogy hogyan, milyen programok vannak, mert ugye minden program úgy működik, hogy van egy költségvonzata, mindennek van anyagi vonzata, és akkor a nagymester úr illeszkedve az országos programhoz, összeállítja az, illetve a nagy tanács összeállítja az éves programot, akkor én ezt átnézem, és akkor mellé rendelem, nyilván tapasztalati adatok alapján, kalkulálva az árak változásával a pénzügyi tervet. És akkor ezt ugye az év elején
amikor van közgyűlés, akkor ezt természetesen a közgyűlésnek elé kell terjeszteni. A közgyűlés, ha elfogadja, akkor ennek megfelelően van az éves ténykedésünk. Hát majdnem minden hónapra esnek programok, ugye kezdődik a viccevesszővágással, aztán megyünk szőlőlátogatásra, esetleg bormustrák vannak. Igen. És mindennek a csúcspontja augusztus 19-e. Így van, az 19-e és 20-a. Illetve a 20-a, mert ezek a megyei, illetve az országos rendezvényünk. A szigorú vagy megengedő a kincstárnak? Hát én elég racionális ember vagyok, de hát szigorúan kell gazdálkodni, mert ugye ez a jut is marad is elvennek, érvényesülnie kell. Fontos, hogy önjáró legyen a borrend. Szerencsére eljutottunk oda, tehát nem szabad, addig húzzuk a takarót, amíg ér. Ez igaz általában is, de a borrendünkre is nagyon, mert kell mindig tartalékolni arra, mert például most el kell, hogy mondjam, hogy ez a mostani rendezvény, mivel jubileumi rendezvény volt, és hát szerencsére nagyon sok borrend, majdnem 40 borrend megtisztelt bennünket a részvételével. Ilyenkor nem lehet kicsinyeskedni, tehát amikor az ember vendégül lát más borrendeket, akkor nagyvonalúnak kell lenni. És erre a tartalékot biztosítani kell. Igen, hát a beszámolónkat már, az általán szerkesztett beszámolót már látták a nézők, és én ott megjegyeztem, hogy ugye, ahogy elkezdtük a mostani beszélgetést is, hogy egyrészt nívós volt az egész történet. Köszönjük. Hiszen már 19-én az öreghegyi mulatságokon itt voltak a borrendek képviselői, másrészt ugye meg kell adni a módját már csak azért is, mert hogy itt volt a szaktársza képviselője, itt volt a hegyközségi nemzeti tanács képviselője, az országos borlovagrend, és nem különben a vendégek, akikért van az egész, hiszen azért fontos egy ilyen tapasztalatcsere, és akkor el is jutottunk, és fontos volt ez is, a személyedben Provino emlékérem és díjasa lett a Nóhegyi Szent István borlovagrendnek. Ez egy nagyon komoly kitüntetés, és én azt gondolom, hiszen láttam, hogy némiképp meghatottál tőle, mert hogy nem a kitüntetésért csinálja az emberfi, amit csinál, tudjuk ezt. De azért nagyon jól esik. Miként vetted a felterjesztést úgy általában? Nagyon büszke voltam rá, nagyon. Először is váratlanul is ért, úgy meghatottam, és nagyon, nagyon boldog voltam, hogy rám esett a nagy tanács választása, illetve aztán a közgyűlés és a felterjesztése, de még akkor mindig nem gondoltam, hogy ezt azért el fogom nyerni országos szinten, mert 8 ilyen kitüntetést adnak egy évben. Országos ugye 44 borrend van, és hát most, amikor megkaptam, akkor nagyon meghatódtam, és nagyon örültem neki. Azt gondolom azért, hogy ez a borrendnek is azért egy kicsit elismerés, hogy én a Nóhegyi borrendnek a kincstárnoka vagyok, azért az biztos, hogy segített abban, hogy rám esett a választás. Igen, Bisztrai Györggyel beszélgettem, ugye, aki egy legenda, Bisztrai professzor, a Szent Igen. István Egyetem egyetemi tanára, nem mellesleg a Borrendek Országos Szövetségének a lelnöke mondta, hogy az a ritka, hogy egy ilyen borrend, ilyen karriert fut be mindössze másfél évtized alatt. Mert hogy itt vannak veretes régi borrendek is, és ráadásul ennek a borrendnek ugyanígy szőlője, viszont remek tagjai vannak. Ennek tükrében kérdezem, hogy meddig juthat, tehát hogy van az a skála, az a felfelé vezető út, hogy lehet fejlődni egy borrendnek? Igen, hát biztos, hogy ez a 15 év, ez nagyon-nagyon kemény munka eredménye, hogy idáig eljutottunk, és biztos vagyok benne, hogy a nagy tanácsnak, a kancellár úrnak, nem, talán őt kellett volna először mondanom, a nagymester úrnak, a Bognár Zoli nagymester úrnak, a Vincz József kancellár úrnak, a borász úrnak rengeteg munkája fekszik ebben, mert bizony, hogy nem kis szervezést igényel egy-egy rendezvénynek a háttérmunkája. Ahhoz, hogy mi idáig eljutottunk, ez bizony, hogy nagyon sok szervező munkát igényelt, amit persze nem jó, néha elfárad az ember, de amikor az eredményt látja, akkor boldogság, és akkor elfelejtjük azt a munkát, amit belefektettünk.
Na most, hogy hova lehet még innen tovább fejlődni? Hát biztos, hogy minél közelebb kerülünk ugye egy maximumhoz, ugye annál apró lépésekben lehet előrébb jutni. Hát biztos, hogy nehéz lesz ezt überelni, de már az nagyon jó lesz, hogyha ezt szinten tudjuk tartani, és én nagyon remélem, hogy az egészségünk is, mert hát ugye nem leszünk fiatalabbak, megengedi azt, hogy ezt ilyen színvonalon tudjuk még nagyon sok évig, és a saját és a társborrendek megelégedésére megszervezni, és ezt a civil szervezetet tovább működtetni. Most ezt kívánom, tehát jó egészséget hozzá, mosolygós szemeket, van ok az örömre természetesen. Én azt gondolom, hogy jó helyre került az elismerés, és hát a Nóéhegyi Szent István borlovagról pedig annyit, hogy értelemszerűen jó helyen van ott az Öreghegyen. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Molnár Margit volt, a Nóéhegyi Szent István borlovagrend Provino díjas kincstárnoka. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.